idejében is megrendezhettük a Bui Triathlont, immár a második alkalommal, és annyiban bővült a tavalyévhez képest, hogy két napon keresztül láttuk vendégül a triatlonosokat. Ugye első nap Fonyódon, új helyszínen, Bératelepen, másnap pedig Balatonfenyvesen, a Vadonatúj Jachtklubban. Több mint 600 versenyző tudhatunk a magunkénak, illetve több mint 60 csapatot ez alatt a két nap. És nem csak a napok száma bővült, hanem a rangja is a versenynek, hiszen rövid távú országos bajnokság, ifjúsági Európa-bajnoki válogató futamot tudhatunk a magunkénak, triatlon utánpótlás és felnőtt sprint ranglista versenyt, valamint magyar egyetemi és főiskolás országos bajnokságnak is helyet adtunk ez alatt a két nap alatt. A két új helyszín jól vizsgázott, természetesen a következtetéseket levonjuk, hogy a jövőben mind kell változtatni, de a visszhangok alapján a két új helyszín abszolút megállta a helyét. Olyan környezetet biztosítottunk nem csak a versenyzőknek, hanem a családtagoknak is, akik ezáltal egy olyan hétvégét tölthettek itt el a Balaton partján, ami úgy gondolom, hogy emlékezetes lesz, és bízunk benne, hogy a települések polgármesterei is mellettünk állva egy hosszú tradíciónak a kezdetét tudják nekünk biztosítani, és Fonyódon, illetve Balatonfenyvesen egy olyan meghatározó pont lesz majd a triatlon életében, ami több évtizedes hagyományt fog majd maga után. Ez a két nap pedig ugye nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül, mind a helyi támogatók, illetve mind az országos támogatóknak szeretném megköszönni azt, hogy jelen voltak, és mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatták ezt a két napot. Bízik benne a Balatoni Úszóiskola, illetve az általa vezetett Nemzeti Triatlon Központ, hogy a szponzorokkal kardkar öltve ugyanúgy tudja majd ezt a színvonalat biztosítani, illetve még jobbak lehetünk majd, és még élvezetesebb lesz majd ez a kétnapos rendezvény. Valamint szeretnénk megköszönni a helyi lakosoknak, a fonyódi polgároknak, illetve a balatonfenyvesieknek, hogy türelemmel tudták ezt a két napot elfogadni, és hát bízunk benne, hogy jövőre kilátogatnak majd minél többen erre a két rendezvényre, és átérzik majd azt, hogy ez nem csak egy rendezvény, hanem egy nagyon jó családi hétvégi program is. A város vezetése maximálisan támogatja ezt a versenyt, hiszen tényleg egy több mint egy évtizedes hagyomány szűnt meg 2006 előtti időszakban, amikor sem a városnak, sem a megyének nem volt rá finanszírozási támogatási lehetősége, és nagyon örültem, amikor tavaly megkerestek a fiatalok, hogy újraélesztenék ezt a hagyományt, hiszen ez ebben a júniusi időszakban egy olyan pezsgést hoz a városba, ami már a szezonnak az előszelét hozza, kisebb dugókat, kisebb akadályokat gördítve az ide látogatóktól, de ezt mindenki elfogadja, tudomásul veszi, a városlakók nem háborognak érte, örülünk, hogy itt van ennyi versenyző, és a tavalyihoz képest egy óriási fejlődés volt, és azt gondolom, hogy ha ez a hagyomány így folytatódik, akkor mindenki megelégedésére lesz ez a triatlon újra júniusban Fonyódon. Mindenki örült a két dombnak, főleg amikor lefele jött. Egy nagyon jó környezet, kellemes erdős terepen, vízparton, és hát ugye adott a mély balatoni vízpart, ami a déli parton kevés helyen van, mint Fonyódi hegy alatt, és azt gondolom, hogy ezzel a környezettel, ezzel a szervezéssel, ezzel a versennyel egy újabb hagyományt tudunk újraéleszteni, és hosszú távon remélem, hogy kölcsönösen jól tudunk együttműködni. Rengeteg fiatal volt, rengeteg kísérővel, ami azt jelenti, hogy több mint 1000-2000 ember volt itt Fonyódon. Ezek a fiatalok kísérőik megismerhették Fonyódot, és talán egyszer később egy turisztikai célpontjuk is lesz Fonyód, hiszen valamikor a gyerekük, vagy ők maguk itt versenyeztek.
Nagyon sok érdekes tapasztalatot levontunk most a hétvégén. Az először is, hogy egy európai színvonalú pálya alakul itt Fonyódon. Magyar Triatlon Szövetség verseny naptárában szereplő versenyeken ritkán van ilyen hegyi pálya, és nekem személy szerint nagyon tetszett, és a versenyzőknek is nagyon jó visszajelzései voltak a verseny után. A szakvezetés pedig arról áradozott verseny után, hogy végre látják, hogy a nemzetközi mezőnyben indulni szándékozó versenyzők hogyan viselkednek egy kemény kerékpáros pálya után. Úgyhogy nekünk nagyon tetszett a dolog. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is ez a pálya, ez létjogosultságot szerez abban a tekintetben, hogy válogató versenyeket, illetve országos bajnokságokat lehessen rajta rendezni. Mindenkinek nagyon tetszett a helyszín, rendkívül látványos ez a futás, hogy ki kell futni a mólóra. Teljesen végig jól követhető az esemény. Kiváló helyszín a Fenyvesi pálya. Rendkívül látványos ezzel, hogy a mólóra ki kell futni, végig követhetőek a versenyzők és a verseny folyása. Nyilván ugye a négy ember egyesével látható, hogy a csapatok hogyan mozognak, kiváló. Mivel első verseny volt idén, és tavaly, meg tavaly előtt, sőt azelőtt sem volt ezen a helyszínen verseny, vannak bizonyos gyermekbetegségek, a szervezőkkel ugye mi egyeztetünk, a versenybírók és a titkárság is jelzi, hogy milyen visszajelzések voltak. Én biztos vagyok benne, hogy jövőre ezek javításával kiváló helyszínt tud biztosítani Balaton-Fenyves az országos bajnokságon. Elhivatott versenyszervezők és városok legyenek, akik mellé állnak ennek a sportágnak. Biztos vagyok benne, hogy mind a Triatlon Szövetség, mind a város profitálni fog abból, hogy mi megállapodásokat kötünk, és próbáljuk egymás munkáját segíteni. Nekem az ötlet, amikor ezt először meghallottam, nagyon-nagyon tetszett, hisz én azt gondolom, minden, ami történés, az egy balatonparti turisztikából élő településnek a kínálatát azt színesíti, ez így volt ezzel is. Nagyon jó a visszhangja, nagyon szerették az emberek, annak ellenére, hogy az időjárás nem igazán kedvezett a nézők számára, bár a sportolók azt gondolom, hogy ehhez már hozzá vannak szokva. Én azt gondolom, hogy ez valaminek a kezdete kell, hogy legyen, és nagyon-nagyon szeretném, és majd teszünk lépéseket annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakban, esztendőkben történjenek hasonló, vagy legalább ilyen rendezvények triatlon szempontából is. Mindenkit erre sarkalok, hogy mozogjon, 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 mert egy csomó mindenre, azt gondolom, ez az igazi gyógyszer. Most már ugye létesítmény van, tapasztalat van, szándék van, mi jöhet még? Jelen voltam egyébként a rendezvényen, annak az első napján, és nagyon tetszett. A régi idők hangulatát véltem egyébként benne felfedezni, és emlékszem még arra, hogy Fonyódon, azt hiszem középtávú, hogy milyen bajnokságok voltak, és akkor még a gyerekeim nélkül, most már a gyerekeimmel, de ugyanebben a városban örülök, hogy újra ez megrendezésre kell. A sport, a kultúra mellett a két olyan terület gyakorlatilag az életnek, amit mi mondjuk az ilyen társadalmi szerepvállalás terén nagyon fontosnak tartunk. Fontos az olyan rendezvények és olyan sport, amelyik mindenképpen értéket képviselnek, közösséget építenek, fontosak számunkra a fiatalok, a fiatal tehetségek, és azt gondolom, hogy ezen értékek ebben a rendezvényben mind ott voltak, nem beszélve egyébként arról, hogy fontos itt a szervezőknek a szerepe is, és a látva a ti motivációtokat és eltökértségeteket a verseny, illetve a magá a sporták szeretete iránt, azt gondolom, hogy ez garancia volt arra, hogy mondjuk a pénzünk az jó helyre kerül.